A COVID elleni vakcinázás második hullámában a szociális ellátásba tartozókat kezdték el oltani, ebbe a körbe pedig a hajléktalanok is beletartoznak. Ezért január 17-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Védelmi Bizottság segítségével elindult az ellátottak oltása. Február elején pedig az ANTS-szel és a Nyíregyházi önkormányzattal együttműködve koronavírus teszteket is végeztek. Az éjjeli menedékhelyen 75 ellátott élt a lehetőséggel, közülük hármuknál pozitív lett az eredmény, őket elkülönítették. Az éjjeli menedékhelyen, ugye ott az éjjeli menedékhely a Bokréta utcán vannak konténerek is az épületnek az udvarán, és a konténerbe különítettük el őket. Ezek olyan konténerek, ahol szoba és tisztálkodási, tehát WC és zuhanyzó lehetőség is van, és azok, akik fertőzöttek voltak, azokat így különítettük el, és nyilván orvosi felügyelettel, Vajkosi Otto doktor úr segítségével, és az oltás is ugyanígy az ott volt az éjjeli menedékén a Bokréta utcán. Az első oltást a közel 200 ellátott közül 62-en kérték Nyíregyházán. Ahogy mindenki másnak, úgy a hajléktalanoknak sem kötelező kérni a védőoltást. A ellátottak körében van egy általános ellenkezés, de azért mi folyamatosan kérjük, hogy ezt az védőoltást tegyék föl. Most kaptunk, jött egy újabb levél, hogy ha van igény és jelentkezés újabb oltásra, akkor van lehetőség, hogy még kérjünk. Jött a Megyei Védelmi Bizottságtól egy levél, hogy jelezzük, hogy van-e igény. Akik úgy döntenek, hogy élnek a lehetőséggel, a második körös oltásokkal egyszerre, február 21-én kapják meg a Pfizer vakcinát. Az oltalom szeretett szolgálat intézmény vezetője hangsúlyozta, a hajléktalanok nem jelentenek gócpontot a megyeszékhely elfertőzöttsége szempontjából.